Mostanában nem igazán tudom eldönteni, hogy vége a télnek, és jön a nyár, vagy pedig fordítva. Tehát, hogy így... Szóval az a ház ott pontosan jelzi, hogy mi van. A bal oldala az havas, a jobb oldala meg már nem az. És ő sem tudja eldönteni, hogy a kettő közül melyik szeretne lenni. Én viszont pontosan meg tudom mondani, hogy már azt szeretném, hogyha nyár lenne, és nem pedig vastag kabátba kéne járni, miközben havazik március végén. Nos, viszont hogyha ennyire morcos az idő, akkor arra gondoltam, hogy legalább akkor én megpróbálom feldobni a napjaitokat egy vicces sztorival, ami megtörtént velem. Nagyon remélem, hogy nem tervezel innen leesni, mert akkor ez még viccesebb videó lesz. Szóval, hajhó lányok és srácok! Ennek a beköszönésnek semmi értelme nem volt így. Vagy megfordul a szék magától? Mivel tudom, hogy a legtöbben a sulit nem szerettek, és alig vártuk, hogy hazaérjetek, és azt csináljátok, amit akartok, miután 60 órát tanultatok. Igen, én is voltam sulis, nagyon meglepő, és gondoltam, hogy egy picikét feldobom a napotokat azzal, hogy elmesélek egy olyan történetet, ami a suliban történt meg velem, és elég vicces, tanulás, és házi, és nem, azért a suliban is vannak jó dolgok, és hát, mai ez. Szóval repüljünk vissza egy pár évet, és nézzük meg, hogy Csongi mit csinált, amikor iskolában volt. Most az körülbelül 6. vagy 7. osztályban lehetett, szóval nem ma volt. Na szóval, a szituáció a következő. Mi osztályunkban egy ilyen, hát nem egy, hanem rengeteg ilyen hatalmas ablak volt. Megmutatom. Tudom, hogy nincs fókusz, de hogyha ekkorát mutatok, az kicsi. Tehát ezt a távolságot, amit mutatok, ezt úgy kétszer vegyétek, és ekkora volt az ablak. Na most, azzal alapvetően nem lenne probléma, hogy az ablak nagy, mert legalább jó a kilátás, jó a fény. Faja. Csak nem Csonginak. Ugyanis ezek az ablakok nem ezek a modern fajta üvegekkel voltak ellátva, hanem ezekkel a régi, repedős, törős, tudjátok. Tekintve azt, hogy mekkorák, mármint az üveg, hát hogy is mondjam, elég könnyű betörni. Nyilván, hogyha megboxolod, akkor hamarabb betörik, igen. A sztori lényegében annyi, hogy most vegyük azt, hogy a kezem az ablak, és ez az ablak nem így nyílott, mint egy átlagos ablak, hanem így. Én mai napig nem értem, hogy ennek mi a lényege, mert ki az, aki így nyit egy ablakot? Mi ez a hang? Ezt csak is kizárólag úgy lehetett kinyitni, hogy 3 gyerek kellett hozzá, egy a jobb szélére, egy középre és egy a bal szélére. És mind a 3 üvöltött, hogy mindjárt megvan, Pisti! És akkor volt egy ilyen vas támasztó mindkét részén, amit úgy beakasztottál, és úgy maradt az ablak. Amúgy nincs egy kicsit kiégve a kép, vagy csak kisütött a nap. Na ne a sztori! Nem tudom, nektek szoktak-e adni 10 órait, vagy melyik suliba hogy van, ez szerintem sok mindentől függ. Valamiért abban az időben mi kaptunk almát. Nem tudom, hogy mi ütött belém. Na most a pici Csongi az rácsálta az almáját, beszélgetett a haverjaival, és úgy gondolta, hogy ezt az alma részt, amit nem evett még meg, azt így fogtam és így a párkányra ráraktam. És akkor hirtelen ezt hallottuk. Mindenki gyorsan, hoppa, 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 üljünk le, jön a tanár. Amúgy az a vicces, hogy pár éve rá már nem is érdekelt minket, hogy csenget. Jó diákok voltunk. És röviden annyi történt, hogy az egyik osztálytársam úgy döntött, hogy ő becsukja az ablakot, mert fázik. Érted? Júniusban, vagy nem tudom mikor volt ez. Jó. Na most ő egyedül csukta be ezt az ablakot, és nem vette észre az almát. Érted, egy bazi nagy ablakot megfog, nagy harcos létére csukja be, és nem veszi észre, hogy a párkány ott volt az alma. Ja, és elfelejtettem mondani, hogy dupla ablak volt, tehát az egyik az így ki volt nyitva, amelyiket ő csukta be, de a másik az csak így ott volt. Mutatom, várjatok. Ennyi történt. És az egész osztály így... Igen. Az alma, amit én elraktam a párkányra, beszorult a két ablak közé. És ahogy az üveget így rácsapta, eltörött. És még nincs vége a sztorinak, figyeld! Én bár elindultam a padon fele, de még ott voltam az ablak közelébe. És a csávónak a reakció egyből mi volt? Csongi volt! És még meggyőzte jó pár osztálytársunkat, hogy én voltam a hibás, mert hogy odaraktam az alma csutkát. Szerencsére az osztályfőnökünk az volt olyan kedves, hogy megértette, hogy ez azért nem csak úgy működik, hogy én betörtem az ablakot, mert az más, hogyha odamész is így... Úgyhogy szerencsére az osztály összepótolt, és kifizettük az ablakot, és tettek egy új, ugyanolyan szar, ugyanolyan vékony, ugyanolyan régi üveget bele. Úgyhogy sok szerencsét, aki megint be fogja tölni. De hát még mindig nincs vége a videónak, mert ugye a címből mondjátok már, hogy te Csongi, azt mondtad, hogy 2 ablakot törtél be, ez csak egy volt? Hm? Igen, kicserélték a vadonatúj ablakot. Eltelt 2 hónap, vár, ha június volt, akkor nem tehetett el 2 hónap, mert akkor már nyár. Megkezdődött az új év, mindenki friss, Csongi is friss, ugye az ablaktörő. Ezt viszont már tényleg nem értem. Mutatom, mi történt. Csak elkevegyem a kamerát, mert hanem nem tudom megmutatni, hogy mit akarok. Itt van ugye az ablakpárkány. Csongi azt csinált, hogy fogta, és hogy azt mondtam, hogy az ablakpárkányra, hát így ráülök. Na most abban a pillanatban... Ez elég hihetetlen, de az ablak azt mondta, hogy recs!
És komolyan mondom, én az ablakhoz nem értem hozzá. Csak az ablakpárkányon ültem. És megint mi volt az első reakció? Csongi volt! Igen, az előzőt is megpróbálták rám fogni, és ez most még cikibb volt, mert konkrétan ott voltam az ablak előtt. És igazából örvendek, hogy nem esett rám az üveg. Szerencsére ezt is megúsztam, és egyébként nem én kellett kifizessem, de én azt nem értem meg most komolyan, hogy hogy a fenébe tört be. Mert hogyha neki támaszkodok az ablaknak, akkor értem, hogy esetleg betörik, mert megfeszítem, vagy valami. De érted? Semmi! Tehát ott ülök az ablak párkányon, közöm nincs az ablakhoz, semmilyen viszonyban nem vagyok vele, fogja, betörik, csongja hibás, tessék. Na, úgyhogy igen, így sikerült nekem az iskolában 2 darab ablakot is betörnöm kerek 1 év alatt. Bár nem voltam egy nagyon csintalan diák, de mégis mindig én voltam a hibás. Mondjuk volt, amikor aztán tényleg én csináltam valamit, de ezt majd egy következő videóban. Úgyhogy ha tetszett ez a sztori, akkor egy hatalmas feliratkozást ne felejtsen dobni a csatornára. Ha pedig már fel vagy iratkozva, akkor egy hatalmas lájkkal dobjátok meg a videót, hogy lássam, hogy akartok egy következő részt. Ugye ez a második ilyen storytime-os videóm, az elsőre mondtátok, hogy nagyon tetszett, és hogy akartok még ilyet, úgyhogy tessék, itt van. Most még az is eszembe jutott, hogy talán a következő storytime-ban, hogyha olyan lesz a történet, akkor nem csak így elmesélem, megpróbálom úgymond reprezentálni, bemutatni nektek, hogy mi is történt. Ennél a videónál azért azt nem akartam megcsinálni, hogy most így bemenjek az iskolába. Te mit keresel itt? Á, jöttem ablakot törni. Hát azért annyi pénzem nincs, hogy ablakokat fizessek, úgyhogy ha akarjátok, akkor nyugodtan írjátok a kommentben, hogy legyen egy folytatásom. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, és... Mali-hó!